Kubában kétharmados többséggel átment a népszavazáson az új családjogi törvény, amely az azonos neműek házasságkötését és a béranyasságot is engedélyezi. A szocialista ország elnöke Miguel Díaz-Canel az eredmény ismertetése után kiposztolta, hogy a szeretet immár törvény. A választási tanács elnöke bejelentette, hogy a családi kódexet a nép 66,9%-kal ratifikálta. Kubában most először tartottak referendumot egy törvénycsomag elfogadásáról. Nem csak ezért számít jelentős eseménynek a népszavazás, hanem azért is, mert az 1960-as és 70-es években még üldözték és munkatáborokba küldték a melegeket a Karibi-szigetországban.